Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Stay Alive nevű androidos túlélő játékot fogom nektek bemutatni. Itt is vagyunk rögtön a térképen, tehát hasonló koncepció, mint ugye minden más ilyen telefonos játék, ugye nyilván kapunk egy térképet, tehát hasonló, mint bármi más, viszont természetesen a helyszínek azok nem ugyanazok. Egy dologra szeretnék kitérni, ami nagyon hasonlít az Eldoa rendőrséghez, ugye amikor vannak a vévek, az nem más, mint a City Arena. Tehát ide már eljutottam, ezek a helyszínek szinthez vannak kötve, tehát minél nagyobb szintű vagy, annál több mindent fog engedni neked a játék, annál több helyszínt fog feloldani neked a játék. Szóval én ellátogattam erre a City Arenára, teljes mértékben megegyezik az Eldoa és PD-s vévvel, úgyhogy ez nálam kicsit kiverte a biztosítékot, abban a pillanatban ki is léptem a játékból, viszont azt gondoltam, hogy egy esélyt mégiscsak megérdemel, hiszen nyilván arról kell kopizni mindenkinek, ami megy. Tehát most egy rossz játékról nem fognak kopizni, és nyilván tudjuk, hogy az Eldoa ez egy nem rossz játék, csak a fejlesztők teszik azzá. Tehát szóval nem vetem meg emiatt a játékot, ti se tegyétek ezt. Nyilván ugye kapunk egy saját bázist rögtön a játék elején, amit saját kedvünk szerint, igényeink szerint tudunk fejleszteni, építgetni, stb. És ugye ez is energia szintre épül, tehát az utazás az energia szintre épül, ami hát sajnos igen gyorsan el tud fogyni, mint bármelyik ilyen hasonló játékban. Egyébként egy hatalmas térképet kapunk rengeteg helyszínnel, amik idővel mind feloldódnak majd, természetesen ezek szinthez kötött dolgok. A karakter fejlődést azt még annyira nem követtem nyomom, nem tudom, hogy hány szintig lehet eljutni, annyit látok itt a jobb alsó sorokban, ti is láthatjátok, hogy level 12-től elérhetőek lesznek a raidek. Na most azt erre ki kell térnünk, most azt konkrétan nem tudom, hogy ezek PvE vagy PvP raidek, én abban bízom, hogy PvP raidek. És hogyha már eljutottunk a raidekhez, akkor szeretném nektek bejelenteni, hogy újra fogom kezdeni a Frostborn-t. Srácok, hogyha jól emlékszem, ez volt a címe annak a Kefir Games által létrehozott PvP játéknak. Jól emlékszem, srácok, írjátok le kommentben, hogy jól emlékszek-e, de valószínűleg újra fogom kezdeni streamekben is ezt a játékot, és hogyha már streamek, ne felejtsetek el bekövetni Facebookon, hiszen szinte minden nap élőben közvetítek valamit. Na szóval, visszakanyarodva a játékra, feladatokat kell teljesítenünk, amik napokra vannak lebontva, ezek által XP-ket kapunk, és így ugye nyilván szintet léphetünk, és hogy miért jó a szintlépés, ez minden régebbi játékos tudja, hiszen minden egyes szintlépéssel feloldódik nekünk egy-egy új kraftolható dolog. Egyébként, srácok, most felhívom a figyelmet arra, hogy a játék erősen pénzéhes. Hát sajnos ezt minden telefonos játéknál meg kell szoknunk, hiszen minden játékban ez van. Úgyhogy emiatt sem tudom elítélni magát a játékot. Kapunk egy területet, kapunk egy bázist. Az, ami még zavart engem, srácok, megmondom őszintén és meg is mutatom nektek, hogy vannak ezek a dolgok. Vannak ezek például ez a nagy cikla, tehát ezt, hogy ez lebonts, nagyon-nagyon sok minden szükséges hozzá, hogy szabad helyet tudj feloldani magadnak a játékban, és ugye még itt vannak a reklámok és jobb felső sorokban, amik folyamatosan erőltetik folyamatosan rád a vásárlást. Egyébként nagyon tetszik az a játékban, hogyha például van egy késed, akkor hátulról le tudod vadászni a zombit, és elég jól le is van animálva, majd be is fogom nektek mutatni. Szóval itt van a kis bázisom, sok minden nem építettem hozzá, csak azt, amit alapból kért a játék, ezt a három darab falat építettem oda. Ugye itt van a Raincatcher, amivel ugye vizet tudunk gyűjteni magunknak, tiszta vizet természetesen. Itt azért nyilván a koszos vizet ne itt meg, mert a tó megdög lesz, bazd meg. Na szóval, leraktam egy pár darab ládát, amikbe gyűjtögettem ezt azt. Hát, nagyon még én sem tudom, hogy mire való. Hogyha jól emlékszem, akkor ebből a Rexből tudsz craftolni magadnak bandage-et, de mindjárt meg is nézzük ezt. Így van, abból tudsz magadnak craftolni, és 25 HP-t tölt vissza. És 5 darab ilyen tucba kerül ez, hogy le tudj gyártani magadnak egy bandage-et. Nézzük is meg, hogy milyen területeink vannak a játék kezdetleges szakaszában. Ugye hát sok mindent nem fogsz találni nyilván, feldobálja neked ugye ezeket az eventeket, ahová nyilván érdemes elmenni. Ugye nehézségi fokozatokat megmutatja nekünk a játék, tehát nem kell nagyon aggódnunk. Viszont én mégis azt mondom nektek, hogyha lehetséges, akkor lopakodva támadjatok meg minden egyes zombit, hiszen ebben a játékban úgy van megoldva a fight. Nem is az, hogy úgy van megoldva, hanem még nincs jól megoldva a fight. Jó, srácok? Tehát még
még elég nehézkes lesz harcolni, jó? Ennyit mondok, viszont a kivégzések azok tényleg jók, egy késcsapással elvágod a torkát, levágod a fejét a zombinak, stb. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy különböző effektek érhetik a karakteredet. Mondjuk, hogyha úgy eltalál egy zombi, akkor elkezdesz vérezni, vagy ilyenek, tényleg ilyenekre kell gondolni, de mindjárt meg is mutatom nektek, hogyha sikerül ezt az effektet behoznunk, vagy minél jobb cipő van rajtad, akkor annál gyorsabb vagy, meg ilyen dolgokat kell elképzelni. Tehát maga a térkép, azt látjátok, hogy egyébként eszméletlenül jól néz ki, bal oldalt alul be tudod kapcsolni az autómódot, amivel ugye automatikusan megpróbálja kifarmolni a lehető legtöbb dolgot, amit csak ki tud, illetve levadásza az összes zombit, akivel csak találkozik a karakterünk. Ott lóg fent egy zombi, hát ez nekem nagyon tetszett igazából, nagyon betegül néz ki. Oké, ott én már látok is egy zombit. Még annyira szeretnék kitérni, hogy az irányítás is elég tré, tehát van, mikor többször kell rátapintanod valamire, és mégsem azt csinálja a karakter, amit te szeretnél, de nézzük el, ezeket az apróságokat nézzük el, srácok. Adjatok neki egy esélyt, próbáljátok ki, hiszen tudom, hogy ti is, mint én, szeretitek ezeket a játékokat. És hogyha már itt tartunk, akkor hogyha ti is ismertek valami új játékot, amit szívesen látnátok a csatornán, akkor azt írjátok le szintén kommentben. És én ki fogom próbálni, közben meg megerőszakolnak, Dick. Ember, éhes vagy? Na figyeljétek, srácok! Most sikerült, hál' Istennek, gyorsan lecsapnom. Ki is tudjuk lootolni őt, hát tele van a táskám igazából. Arra is figyelni kell, gyerekek, hogy a HP-d az folyamatosan tölt vissza, tehát nem rögtön fog felugrani. Ugye az Eldo-ba is később hozták be ezt az újítást, hogy folyamatosan tölti vissza a HP-dat, tehát nem az, hogy rányomsz és akkor full százon vagy, hanem itt is az van, hogy folyamatosan töltődni fog vissza, ezért nagyon fontos az, hogy még időben híleljetek be mindig, és tényleg amit mondtam, hogy lehetőleg hátulról próbáljátok elkapni a zombikat. Keresünk is itt egy zombit, és meg is mutatom nektek, hogy hogyan is néz ki ez a kivégzés. Maga a játék, hogyha megnézitek a textúrákat, az árnyékokat, nagyon-nagyon jól néz ki, srácok. Jó, már kezdetleges szakaszban is elég jól néz ki, legalábbis nekem bejön, nézzétek az árnyékát a pacinak, de nézzétek az árnyékát, ott van egy zombi, azt megpróbálom elkapni. Foksi. Fel fog villani nekünk egy kis ikon, ott is van, hogy ki tudjuk végezni, oda megy hozzá, hátulról elkapja és belevágja a kést a nyakába, és ezáltal rögtön meghal a zombi. Ez nálam tényleg kivert a biztosítékot, ez nagyon menő, nagyon tetszik, és jól megvan csinálva, tehát jól is megvan csinálva. Most felveszem ezt a cipőt, akkor itt láthatjátok is, hogy már is speed boostunk van, mivel van rajtunk egy jó cipő, ezáltal gyorsabban tudunk mozogni, és ez volt a másik, ami engem megfogott abban a pillanatban, hiszen tényleg ezek a dolgok, ezek nagyon színesebbé tudják tenni a játékot későbbiek folyamán is. Jó van, srácok, hát az a helyzet, hogy loot szempontjából, hogyha értékelnem kell, akkor nehéz dolgunk lesz, jó? Mindenkinek nagyon-nagyon nehéz dolga lesz, hiszen ebben a játékban nem az van tényleg, hogy mindened meg lesz, hanem kőkemény időt, kőkemény órákat kell ahhoz belefektetned, hogy bármit is elér. Megpróbálom azt, hogy úgy megsebezzem, hogy vérezzek, de sajnos ezt nem minden zombi tudja, közben látjátok, hogy eltört az armorom, és már jönnek is rám a zombik. Vannak ezek a kritikus találatok, amikor hát lényegében együttéssel ki tudod végezni az adott zombit, és illetve ami még nagyon fontos dolog, hogy mindig nézzétek át a bokrokat, a kukákat, hiszen a bokrokban is lehet eldobva töltény, ami számunkra jó lesz, srácok, jó? Ebben a játékban nem úgy vannak a fegyverek, hogy van a fegyvered és akkor azt tudod használni, ez nem, ezt felejtsd el, jó haver. Felejtsd el, ebben a játékban van a fegyvered, van annak a szintje, hogy mennyire működőképes ez a fegyver, tehát kopik lényegében ugyanúgy a fegyvered, viszont kell hozzá lőszer is, tehát van egy fegyvered, azzal az feldughatod igazából magadnak, hogyha nincsen hozzá lőszered, szóval ez is nagyon-nagyon menő, és nekem kifejezetten tetszik, hogy külön kaptunk gombokat ahhoz, hogy fegyvereket tudjunk váltani. Látjátok, külön gombok vannak rá, hogy fegyvereket tudjunk váltani, és ahogy átváltok a fegyverre, a nevem alatt megjelenik egy újabb boost, lényegében a critical hit. Ugye ez azt jelenti, hogy kritikus találatot tudsz bevinni ezzel a fegyverrel. Szóval srácok, igen, ilyen ez a játék elsőre, hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen azt mondom, hogy töltsétek le. Ilyen ez a Stay Alive, vagyis magyarul az Ezt Él Túl.
És igazából ennek a játéknak van egy filmje is, hát nem a filmje lényegében, tehát az egy régi film, a Stay Alive, nem tudom, hogy ki ismeri, én régen nagyon-nagyon szerettem, Ezt él túl, az a címe, ez egy gamer horror film, ami annak idején nagyon-nagyon komolynak számított. Ezt a filmet szeretném Facebookon együtt veletek majd valamikor megnézni, jó srácok? Na, és hogyha már itt vagyunk, akkor ugye elmondtam azt, hogy a City Arena ez egy az egybe copy, igazából ez nem lényeg, a Raidra leszek, a Raidra leszek kíváncsi srácok, level 12-nél lehet ezt elérni, de tudjátok, hogy nem olyan sok időm van, általában, hogyha szabadidőm van, akkor általában streamelek nektek. Ugye vannak ezek az eventek, amiket mondtam, ide mindenféleképpen menjetek el, itt írja, hogy mik a legjobb lootok, amiket kaphattok, és külön-külön meg is tudjátok nézni, hogy mi micsoda. Tehát ez is egy jófajta dolog szerintem. Ha rátapolsz, akkor nyilván sajnos csak angolul, de kiírja, hogy mire való ez a dolog, és írja ugye a nehézséget is. Itt bal oldalt a kis könyvünkben pedig írja a napot, illetve az, hogy jelenleg mik azok a feladatok, amiket neked teljesítened kéne ahhoz, hogy gyorsabban tudjál fejlődni. Jelen esetben ugyan nekünk az, legalábbis az az egyik feladat, hogy craftoljak egy öreg pollót, és emiatt én kapni fogok 100 XP-t, ami hát azért nem olyan rossz, hiszen 5-10 XP-ket kapsz zombik gyilkolásáért is, úgyhogy 100 XP-vel hát szinte majdnem, hogy szintet lépsz. Szóval, hogyha minél gyorsabban szintet szeretnétek lépni, akkor ezeket a feladatokat kell követni. Jó, srácok? Úgyhogy itt vannak igazából a térképen elérhető helyek számomra, a Survival Camp, ami már 2-es fokozatú. És még egy fontos dolog, hogy itt a City Arénában, tehát ez difficult szinten, ez nagyon nehéz, hiszen 5 koponyás, de a zombikból kapsz valami kis cuccot, mint ugye az Eldway-ban, és azt be tudod váltani különféle dolgokra, srácok, jó? Itt van a börtön még, amit szintén érdemes farmolni, viszont ide már azért úgy gyertek majd el, hogy legalább cipő, polló, nadrág legyen rajtatok, és valami normálisabb ütőeszköz, amit én javaslok igazából. Kicsit lassú még a játék, tehát később reagál arra, amit csinálsz, ez néha bosszantó tud lenni. Én ezt javaslom nektek, srácok, hogy ezt craftoljátok, elég gyors, és area damage 25%, nagyon-nagyon jó. Szeretem ezt a fegyvert, úgyhogy mindenféleképpen ilyeneket próbáljátok craftolgatni, jó? Vagy pedig ugye a crossbow, amivel messziről is tudsz lőni. Illetve olyan sok minden nem kell hozzá itt, ami nehezen megszerezhető, az a duct tape meg a kötél. Ezeket igazából ugye ezt a spare partsot, az bárhol összeszeded, kukából is. A woodot pedig szerintem nem kell mesélnem, hogy honnan tudod szerezni. Srácok, hát ez a videó ennyi lett volna igazából, hogyha tetszik nektek ez a játék, hogyha láttok benne fantáziát, akkor mindenféleképpen próbáljátok ki, és írjátok le róla a véleményeteket. Tudom, hogy olyan sok mindent nem tudtam bemutatni nektek, de nem is kell igazából, felezzétek ti fel a játékot, nézzétek ti meg, hogy nektek hogy tetszik, és azután folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, szevasztok!